Interaktív mikulásnapi játékkal várta a rendhagyó énekórával a Szent Efrém férfikara látogatókat. Tegnap december 5-én nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Bubnó Tamást, üdvözlöm. Jó reggelt mindenkinek. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Minden évben megrendezik ezt a rendhagyó mikulásnapi interaktív énekórát, vagy ez először történt? Ezzel a névvel, hogy Nagy Szent Miklós, ugye ez egy adódott ez a dolog, a Bartók emlékházban volt ugyanis az énekóra, vagy interaktív játék, és ugye Bartók Nagy Szent Miklóson született. Így van a kapcsolat. Nagy Szent Miklós ünnepét megültük ezzel, és egyébként minden évben szoktunk mikulásozni, hiszen nekünk, görögkatolikusoknak, ugye egyházunk védőszentje Szent Miklós, az egyik legnagyobb ünnepünk itt, és a karácsonyi felkészülésünknek egy fontos stációja. Ugye nálunk 6-7-es az advent, ezért aztán mi november 15-én ha esik, elkezdjük az adventet, és két nagy ünnep van, sőt három az adventi időszakban, az első az november 21, Szűz Mária templomba vezetése, második Szent Miklós atyánk, az egyházunk védőszentje, és majd jön Szent Anna csodálatos fogadása ünnep pár nap múlva, és úgy érkezünk el azért a karácsonyhoz. Tehát ez egy nagyon szépen fölépített kalendárium nekünk, úgyhogy, és ebbe hát a legkedvesebb ünnep a gyerekek számára nyilván a Szent Miklós, úgyhogy tegnap nem csak énekeltünk, sőt tegnap előtt is volt egy ilyen, mert időközben létrejött egy új központunk, és ezt ott is eljátszottuk, ezt a Szent Miklós játékot, ez pedig az Iszón központ. Iszón, azt talán nem tudják mi, az a tartott hang, a bizánci, ez így most megmutat, de nem ennyi csúnyán, mert én nem vagyok basszus, de a basszus kollégák ezt nagyon szépen tudják énekelni. Tehát ezt mindig játsszuk, ezeket a játékokat, és a gyerekek nagyon szeretik. Nagyon szeretik. Akkor ez kifejezetten családoknak, gyerekek. Ez minden hónapban lesz most szóval. Már. És minden hónapban igen, lesz. Igen, ettől kezdve már azt látjuk, hogy hatalmas az érdeklődés, ugye nem férnek be, hiszen az Iszón az elég kicsi. De mondjuk egy ilyen játékot nem is lehet több száz emberrel játszani. És akkor hogyan néz ki egy ilyen játék? Engem nagyon érdekel a gyakorlati része, hogy lehet bevonni a gyerekeket, a kicsiket, abban, hogy ők is énekeljenek. Bemutassuk? Igen. Jó, hát ez volt az első lépcső, ebben volt még, aztán sok mindent. Tökéletes, átment ez már ötös alá szinte, sőt, csillagos ötös. Tehát gyakorlatilag elkezdődik egy olyasfajta együttjátszadozás, amiben mindenki részt tud venni. De nem csak a gyerekek, hanem a szüleik is nagy örömmel bekapcsolódnak természetesen. Ugye Tamás, mi jutott eszembe annó, amikor kislány voltam, és nagymamám vitt a zenedébe, meg úgy hívtuk zenede, pontosan ilyen gyakorlatokkal szűrték ki a felvételiztető tanárnénik, hogy ki az, aki odavaló, ki az, aki nem. Visszatudjuk-e tapsolni? Szerintem az egész világon így van, tehát valaki fölébred reggel egy 3 éves Dél-Afrikában, rögtön kapja a már az impulzusokat arra nézvés, hogy mert a ritmus, az időnek a tagolása, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog minden népnél, hiszen ezáltal lesz időérzékünk. Hogyha valakinek nincs ritmusérzéke, az valószínűleg az időben sem tud annyira tájékozódni. És mint hogy az egész életünk egy ilyen, pláne a keresztény emberek számára egy ilyen csodálatos tagoltságban van, hiszen a nagy ünnepekre hangolódunk állandóan, és akkor vannak az ünnepi készülődő időszakok, van az ünnep, és van aztán az utóünnep, vagy az ünnepnek a feldolgozása a lélekbe. Na most a zenében ugyanez van. Tehát valamit megtanulunk, eljátsszuk, majd utána arra emlékezünk, álmodunk vele, visszajönnek ezek a dolgok, és egyre épül fel az a lelki gazdagság, amit a zene jelent. Az előbb már megfejtettük itt Bartók Béla, Nagy Szent Miklós és Szent Miklós püspök kapcsolatát, hogy ebben a programban hogy áll össze ez a három dolog. Beszéljünk egy picit Szent Miklós püspök életéről, életszentségéről és a legendákról, amik hozzáfűződnek. Az egyik legkedvesebb szent. Nyilván azért is egy jó ember, egy igazi jó ember, aki a krisztusi tanítást úgy értelmezte teljességében, hogy mindenkinek segíteni kell. És nem nézte azt, hogy az ilyen család, olyan család, rászorul, nem szorul. Igen, tudta, hogy aki rászorul, azt még jobban kell segíteni, hiszen ez az híres története, hogy ne kelljen a lányoknak áruba bocsátani magukat egy szegény családnál, ezért aztán őket segítette komoly adománnyal. De egy csomó legendája van, és hogy mennyire népszerű, az jelzi azt, hogy bár egy kis-ázsiai püspökről van szó, Míra városának a püspökéről, de hogy
nyugaton is teljesen elterjedt az ő tisztelete. Egyesek szerint a bizánci királylányok, vagy császárlányok, akik ugye mentek férhez a francia birodalomba, a frank birodalomba, ide-oda, amoda, Nyugat-Európába, ők vitték magukkal Szent Miklósnak a csodálatos, a csodatévő, a jóságos atyának a tiszteletét, és ez évszázadokon keresztül egy hatalmas kultusszá fejlődött mindenütt az egész világon, és hát akkor erre még ráült ez a télapósdi is, ami ugye jön egy másik, ez egy másik figura, ez egy kedves figura, a télbácsi, a télapó. Igen, tegnap kérdezték tőlem, hogy ez hogy Szent Miklós, mire is Szent Miklós püspökhöz, hogy kapcsolódik a Mikulásnak a legendája? Sehogy. Sehogy. De igaz, ezt tudtam mondani, hát ez két külön ügy. Nyilván maga az elképzelés, a hatás, az hasonló, hogy a gyerekeknek boldog, kellemes perceket szerezni, ajándékot kapni tőle. Valami olyasmi legenda van talán, hogy egy kislánynak a zokniába pont akkor ejtette bele a Miklós püspök valamilyen csokit, vagy nem tudom, ajándékot, de véletlenül beleejtette a zokniába, és akkor így ennek kapcsán ezt a legendát így összehozták. Ilyet is lehet olvasni. Nem voltam ott. Tehát, igen, akár, a helyzet, hogy akár én sem. Lehetett. Tehát ez teljesen rendben van, tehát ezzel nekem nincsen semmi bajom. Csak a gyerek tudja azt is, hogy Szent Miklós nap, az Szent Miklóshoz kötődik. Tehát az, hogy van télapó, persze, hogy ne lenne. Tehát sok minden van a világon, nem erről van szó, és az egyáltalán nem rossz. Az a lényeg, hogy tudja a gyerek, és a kicsinek már lehet mondani, tisztelt, másodikos az osztályon, tehát meg tudjuk ezt beszélni, hogy ó, aki Szent Miklós szereti, ugye ez az egyik ének, hulla pejhes fehér hó, ez meg a másik ének. Tehát igazából az a lényeg, hogy ne csak a hullapelyhest ismerje a gyerek. És ne csak arról tudjon, hogy egy pirosba öltözött nagyszakálú bácsi, mert hogy Szent Miklós püspök is öltözött pirosba, hiszen van bizánci miseruha is van, ami vörös színű, de igazából nem ez volt az ő jellegzetessége. Tehát ez egy kreáció, amiből most összegyúrtak valamit, de egy csomó ilyen szokással ez van a világon. Keresztény, pogány szokások ötvöződnek, különböző korok felkapják az egyiket, aztán elmúlik. Nehéz szóval már az eredetet. Nehéz az eredetet. Az a lényeg, hogy Szent Miklós alakja ne halványuljon el. És talán egy nagyon fontos az ő alakjával kapcsolatban egy fontos motivum, hogy ő nagyon-nagyon, azt lehet legalábbis olvasni, hogy nagyon-nagyon közel volt az emberekhez, nagyon-nagyon mutatta, éreztette a közelségét. Tehát ő nem válogatott a hívek között, oda ment közéjük, és szinte baráti viszonyban volt a híveivel. Ez igen, ezt így tudjuk, és egészen biztos, hogy így volt, mert ilyen nem szokott fennmaradni egy emberről, ha ő nem ilyen lett volna. Tehát ez biztos az a fajta önátadás, és hogy megmutatni az Úr szeretetét, és az Úrnak a tanítását, hogy mindenkihez odavinni, és hogy a hajléktalantól kezdve a császárfiig gyakorlatilag mindannyian halandó emberek vagyunk, és mindenki az üdvösségre törekszik, mármint hogyha erre van indítatása. De hogy föl kell neki kínálni. Tehát úgy, ahogy meg kell mutatni a gyerekeinknek, hogy jó, biztos tudod, hogy van télapó, de értsd meg, hogy van Szent Miklós is, és ő egy ilyen ember volt. Tehát ő nem csak rénszarva szánnal hozott ajándékot, hanem egész évben veled van, és egész évben azt tanítja, hogy mindig mindenkinek segítsél, menjél oda hozzá, ne csak annak, akit szeretsz, mert ugye, ahogy Szent Pál is írja, a pogányok is, akiket szeretnek, az a jobban vannak, tehát mondjuk ez nincs gond, tehát hogyha nyilván egy családtagot általában könnyű szeretni, apukát, nagymamát, testvért, ilyesmit, de tehát olyan közeli rokont, de hogy ezen túl kell menni a kereszténynek, és a Szent Miklósi tanításnak ez a legfontosabb szerintem üzenete mindenkor számára, hogy ki kell lépni a komfortzónából, és hogyha nem tetszik az a bácsi, meg nem pont úgy néz ki, ahogy én egy bácsit elképzelek, de láthatóan kell rajta segíteni, és nekem van lehetőségem, mindenkinek van lehetősége. Nem is tudom, ki mondta, most valamelyik adásban hallottam, vagy láttam egy ember, csak bele kell nézni a szemébe. És higgyük el, hogy elég. Tehát nem baj, hogyha nincs nálunk apró, nem számít. Két kedves szó. Tehát igazából tulajdonképpen erről van szó, valószínűleg ez a Szent Miklós üzenet, és ahogy mondta, ezt
közvetítette már akkor az emberek felé, hogy nem csak ütni, gyilkolni, gyalázni lehet egymást, hanem hát oda lehet a másikhoz is menni, hiszen semmi különbség nincs köztünk. Ő is ember, meg te is ember vagy. És Adventben ez a Szent Miklósi üzenet még inkább felértékelődik. Itt az, hogy segítsünk egymásnak, az, hogy magunkból egy picit vegyünk vissza, és a saját igényünkből vegyünk vissza, és inkább a másikat helyezzük előtérbe, még inkább felértékelődik. Az előbb pedig beszéltünk a ritmusról, hogy az mennyire nagyon fontos. Nagyon. Na most ilyenkor, meg aztán főleg, vissza kell venni a ritmusból is, le kell lassulni, befelé kell figyelni. Itt az előbb Szebi atyával beszélgettünk lelki gyakorlatról, van, aki ugye ilyenkor elmegy lelki gyakorlatra, és így próbálja magát lecsitítani, lecsendesíteni. Van, aki nem megy el lelki gyakorlatra, de igyekszik, törekszik erre. Tamás, hogyan éli meg ezt az adventi időszakot, hogyan törekszik erre? Nekünk egy kettősség van a Szent Efrém miatt ebbe az időszakba, hiszen egyrészt a bizánci advent kezdetétől, tehát november 15-től, így is, hogy ilyen járvány gyanús helyzet következett be, így is rengeteg fellépés van. Na most nekünk ezek a fellépések lelki próbát is jelentenek. Tehát nem csak hangi, vagy nem csak zenei felkészülés kell ehhez, hanem itt az emberek arra várnak, amikor mi elmegyünk, most már egy külföldi út lesz már csak karácsonyig Stockholmba, de ott is először megyünk. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ott hogy fogadják a mi zenénket. De itthon Kalocsa, Szikszó, Etyek, Debrecen, nagyon sok helyen lesz még fellépés. Erre mind föl kell készülnünk szakmailag. Nyilván makulátlanul ugye vannak szabadtéri fellépések, és ott valahogy itt a hangot azt kell. Tehát ez egy komoly feladat. Hát egész egyszerűen arra próbálni kell. Össze kell járni, meg kell szervezni. Próbálni kell, egészségesnek kell maradni, és lélekbe viszont mindeközben estéről estére azt át kell tudni érezni, hogy mi magunk is, mint hogyha közönség lennénk. És mi magunk is azért mentünk oda, mert hogy nekünk ugyanakkora szükségünk van ezekre az énekekre, mint az, aki hallgatja. És ez tulajdonképpen itt mindig egy nagyon jó dolog, mikor a kollégákkal erről beszélünk, hogy amiről az előbb is mondtam, tehát van egy felkészülési időszak, ez kicsúcsosodik ugye a születés misztériumába és az ünnep megünneplésébe, és hogy a Szent Miklósi gondolat kitartson egész évbe a következő adventig, ahhoz ezt az időszakot nagyon komolyan kell venni. Mert hogyha csak így fölfut, gyorsan megünnepeljük Szent Miklóst, karácsonyt, aztán mehet a verkli tovább úgy, ahogy szokott. Ne. Igen. Tehát ez lenne jó, hogyha ez itt nem érne véget a karácsony ünneplésével, hogy ez a lelkület hadd maradjon még egy kicsit. Legalább az ortodox karácsonyig, szóval az január eleje, vagy még utána is, és ne tájjon a húsvét. Hát szóval azért igazából tulajdonképpen a keresztény embernek mindig van feladata, szerintem. Mindig. És egy művésznek szintén. Bizony, és pontosan ebben a kettősségben vagyok én arra kíváncsi, hogy hogyan telnek a mindennapok itt az adventi időszakban. Nehezen. Tehát el tud menni például rórátemisére, vagy el tud, tehát igen. Hogy be lehet akkor ezeket a dolgokat igen. Természetesen iktatni. El tudok menni templomba, imádkozni, nem mindig nyilván, mert mindig nem lehet, meg nem is vagyok itthon, utazom, és igazából az a fontos, hogy mindig, minden nap helyezze az ember magát bele legalább pár percre. Hát erre mondjuk az esti lefekvéskor való imádság, az átgondolása a napnak arra mindenképpen alkalmas, hogy kicsit átgondoljam, hogy az unokáimmal, a kollégáimmal, a tanítványaimmal, hát annyi mindenkivel vagyok kapcsolatban. Most megyek tanítani Nyíregyházára, ott is. Ők hogy készülnek föl az én kántorszakos hallgatóim? Nyilván fogok velük erről beszélgetni, hogy hol tartanak most Szent Miklós püspök ünnepén a karácsonyra való felkészülésbe, nem csak a vizsgaanyagról fogunk beszélni, hát arról is, mert azért járnak oda a főiskolára, hogy kántorok legyenek, kiváló kántorok. Tehát nyilván ezek aki zenész, az állandóan tudnia kell, hogy azon túl, hogy ott a szakmai feladat, na de milyen zenészek vagyunk. Elsősorban nem szórakoztató zenét csinálunk, azt is szoktunk, mert szerintem hozzátartozik az ember lelkéhez az is, de hogy ott van mellette az, hogy a szakralitás, az a zenében érhető
vagy fogható meg legjobban, szerintem, magánvélemény, sokan mondják mások is a világon. Egyetértek vele. Örülök. Tehát, hogy ez kell valahogy, hogy én nekem ne csak közvetítő szerepem legyen, hogy átadjam ezt a szakrális élményt a zenélésemen keresztül az embereknek, hanem ha lehet, akkor maradjon nekem is kicsit belőle. Hát erre törekszik az ember, és az unokám is Miklós, tehát ma nyilván, ahogy befejeztem Nyíregyházán, rohanok haza, hogy Miklóst fel tudjam köszönteni mégiscsak. Isten éltesse őt, nagy szeretettel köszöntjük. Itt a beszélgetésünk zárásaként a Szent Efrém Férfikar 2021-es évét, hogyha értékelni kellene, ugye itt beleértve a kongresszusi eseményeket, fellépéseket, az Árszakra is megvolt 2021-ben, hogyan értékelik együtt csapatként ezt az évet? Hát nagy kettősség van bennünk e tekintetben. Tehát voltak ezek a csodálatos események, amik olyan jó, hogy megvalósultak, mert hogyha nem valósultak volna meg, akkor lelkileg eléggé a padlóra került volna nyilván az együttes. Például a könnyű zenész kollégák, ugye sok könnyű zenész barátom van, és ők mondják, hogy nagyon-nagyon rossz a helyzet. Tehát, hogy az emberek lehet, hogy elszoknak a koncertezéstől, a közösségi élmény, tehát otthon fogják nézni a zenéket. Tehát gyakorlatilag mi is azt láttuk, hogy derekasan csináltuk sorra az online megjelenéseket, de egyre nehezebb volt. És amikor felszabadultunk ebből a bezártságból, mert mi dolgoztunk, de hát mégse találkoztunk a közönséggel, akkor az remek volt. Tehát a nyarunk, és akkor utána jött a fantasztikus ugye, eseménysorozat, eucharisztikus kongresszus, Árszakra, jöttek, tudtuk pótolni az elmaradt Oriental Elumen hangversenyeket, tehát csodás volt a dolog, és akkor november vége felé ugye megint jött egy ilyen hát pici félelem bennünk, hogy mi az, ami ebből a rendkívül gazdag adventi kalendáriumból, ami nekünk, a Szent Efrémnek kinéz, meg tud valósulni, és mi az, ami nem tud megvalósulni. Körülbelül a negyede, inkább harmada az lemondásra került sajnos, és én ezt megértem, tehát én egy pillanatra nem szoktam vitatkozni azzal a szervezővel, aki azt mondja, hogy ne haragudj, most ez így nem fog menni, majd bepótoljuk. Mert tudom, hogy be fogjuk pótolni, és ő is tudja, vagy ő is szeretné. Tehát ez a kettősség végig bennünk volt, ugyanakkor azt mondom, hogy ezzel az évvel együtt, ezzel az érzéssel együtt kell hálát adni, egyrészt, hogy legalább az megvolt, tehát hogy nem az van, hogy egy koncert se volt, hanem nem volt 120, de volt 60, vagy 70, vagy 80, most nem tudom, még nem számoltam össze, de hogy elég sok megvolt. És persze elmaradt egy csomó olyan út, amit már nagyon vártunk, már nagyon régen terveztünk külföldre, ide-oda, de hát reméljük a Jóisten megadja, hogy majd ezt is pótolni tudjuk. Tehát igazából egy türelem, és ilyenkor mindig jobb jut nyilván az ember eszébe, elsősorban nem csak ő, de hát ő ennek a szobra, hogy mit raksz még a nyakamba, drága uram? De hát, hogyha ezt raktad a nyakamba, akkor elég erős vagyok én ahhoz, adtál nekem egy bátor és kitartó lelket, hogy ezt is elviseljem. Tehát tulajdonképpen erről tudunk beszámolni a 2021 kapcsán, és hát jövőre nagyon reménykedünk egy újbóli felszabadulásba, hiszen jövőre 20 éves a Szent Efrém, és január végén megkezdődik a hát mondjuk másfél éves sorozat, és nagyon-nagyon-nagyon imádkozunk, és azon drukkolunk, hogy ez tényleg emberekkel, közönséggel nagyon szép legyen. Bubnó Tamás, nagyon köszönöm, hogy bejött hozzánk, és áldott készületet kívánok az adventi várakozás időszakára. Nagyon köszönjük, és áldott készülődés továbbra is karácsonyra.